Gyertek élénken! Hol mentek, Robi? Akkor jó, akkor kényelmesen. Igen? Klaudi, akkor felül a kislány itt, jó? Felül a kislány, hazasétál. Csak figyelek, nehogy onnan jöjjenek, azt meg. Nagy kör haza, lemosni őket. Nomcsi, én megvárom az Ádi csődöt, tudsz mindent. Jó. Van ott tök magola is. Szerintem igen. Ne beszélj csúnyán. A szentit. Hát ezért mondom, hogy odafigyelni. Ő nagyon aranyos volt. Mondtam én neked, hogy aranyoska lesz. Még ha friss is. Jó. El volt, ugye? El volt? Jó. Jó, gyorsan cseréljetek, ne tököljetek. Jó van, kis. Anyus, lemosni, még udvarba sétálj egy pár kört vele. A többiek mossák a többit. Valaki rááll az önitatóra, mondjuk a két lányom, meg még valaki, Klaudia. Fönt önitatók totál tisztának kell, hogy legyen az összes. Jó? Jó. Fönti, a lentieket én már megcsináltam. Na, eljött ez is. Csütörtök, nem tudom, fél egy lehet. Bement egy csapat. Maradékot lemossák, ezeket is lemossák, elsőadban nem. Azt is lemossák, elmondtam már 20-szor. Itt jön végre Ádi csődje, az érkezik ez az utolsó lovaglásunk mára. Öt rappolt és lekentrézik, Ádi barátunk New Yorkban van. Elutazott pár hétre. Ugye, Kiskunhalason volt, nagyon jó versenyt lovagolt. Gratulálunk neki innen, Szotyori Ádinak. Lovacskája meg itt készül, de viszont onnan is interneten látja a lovának a mozgását, mit csinált ma. Ennyi. Amúgy üdvözlünk Ádikán, minden rendben van, érezd jól magad. Mondom, öt csillagos hotel valami. El tudom képzelni. Nagyon jó helyen vagy. Társaságot nem mondom, nem illatom most, hogy most kivel vagy kivel nem. Magánügy egyértelmű. Lovad majd lassan érkezik, még jóval arrébb van, ugye feltrappol, és akkor galocsasz le. Szerintem meg se zavar, senkire nincs a pályába sehol semmi. Ennyi meg is bementek. Aztán jön majd a hamika, először az önitató, nem mosás, önitató pucolás, és úgy a hami. Jött 35 táp, 31 táp tegnap. Hát, nem örültem, mert ki kellett fizetni. Főnök elküldte a fiát, meg valami rakodós srácot. És házhoz értek, úgyhogy nem volt sok menekülési módom. Ráadásul be is jöttek. Úgyhogy falhoz lettem állítva, tehát fizetnem kellett. Ennyi. De legalább van táp. Mondjuk arcom, kicsit látni, de inkább a bordáim. Még miért mondtam, hogy lehet, hogy nem fizetek. Egyelőre csak én látom, jó messze van, szépen jön nyugodtan. Eddig tökéletes. Jön mind a hajó hinta. Na, voltak, megvártak ott. Lehet, hogy múltkor is attól ért meg. Ugyanazt, épp azt mondom. Ugyanattól ilyet meg múltkor is. Jó van. Ennyi rossz, ennyi mozdulat volt, ami. Igen, ott egy nagy folt van. Tehát jó a szeme. Jó. Tökéletes, amúgy gyönyörűen megy. Korinkkal ennyi.